A 2017-es kézilabda világbajnoksága tét nagy szeretettel köszöntjük nem csak az M4 Sport vált kapcsolókat, hanem természetesen a Tudabird nézőit is, mert hogy kézilabda világbajnoki selejtező visszavágó következik. A magyar csapat bemutatása zajlik éppen Veszprémben, a szerbek ellen játszunk úgy, hogy az első találkozón a magyar csapat egy gólos előnyre tett szert, és ahogyan azt a mérkőzést, úgy ezt is állandó szakértőnkkel, Skalicki Lászlóval nézzük. Tiszteltel köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét, és köszöntöm a nézőinket is! Egy gól ugye a magyar csapat előnye, úgy, hogy volt 8 is, de aztán vezettek a szerbek. Egy gondolat erejéig talán, hogyha visszatérünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a győzelem volt a legfontosabb az odavágón, amelyet ugye pénteken rendeztek múlt héten. Olyan előny birtokában, amit megszereztük, azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy a vége jól sikerüljön, hogy ezt győzelemmel tudtuk befejezni, és úgy éltük meg. És fontos lesz, hogy annak a tudatában kezdjünk, hogy mintha ez nem történt volna meg, hanem ez az a mérkőzés, ami a legfontosabb. Tehát tiszta lappal nyitunk, a tekintetben is, hogy mintha nem lett volna semmi, és tiszta lappal kell nyitnunk úgy is, hogy esetleg mást várhatunk majd a szervektől? Véleményem szerint a szerbek minden mindegy alapon kézilabdázhatnak, tehát igazából feltesznek mindent erre a mérkőzésre, agresszívak lesznek véleményem szerint, forszírozzák a gyors indításokat, lerolnásokat, tehát fontos, hogy kontrollt játszunk, megbecsüljük a labdát, és az a türelem a gólhelyzetig játszáson az első mérkőzésen volt, így se forduljon meg, és igyekezzünk a hazai pályáját kihasználni. Érkezik ezúttal Lékai Máté, aki 4 gólt szerzett, a magyar csapat egyik legeredményesebb játékosa volt az előző odavágó találkozón. Ugye őt is Xavi Sabaté mester, aki ideiglenesen lett a Veszprém mellett a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya is, és akinek ugye ez lesz a búcsú meccse is elviekben, hiszen a megbízatása csupán erre a 2, pontosabban 3 meccsre szólt ugye a Franciaország elleni edzőmérkőzése is. Minden további azonban természetesen csupán a himnuszokat követően.
szerencsére úgy tűnik, hogy szurkolásban nem lesz hiány, egy picit féltünk, a fél órá vezőt már láttuk a csarnok a természetes módon, és akkor még nem voltak ennyien, de a kezdésre azért csak összegyűltünk, és ez különösen jó lehet, főleg annak a tükrében, hogy Szerbiában azért nem volt teltház és a szurkolás. Talán nem volt olyan, amilyet előzetesen várhattunk. Arra viszont számítottunk, hogy lesz ünnepélyes díjátadó itt a mérkőzést megelőzően. Marosi Lászlót láthatjuk, a kézi szövetség alelnökét. Nagy Kornélnak, Ancsin Gábornak, illetve Bodó Rihárdnak adnak át egy-egy emlékplakettet. Nagy Kornél a 125. Ancsin Gábor itt a 75. jubileumi válogatottsága miatt kapta Kers Ferenctől ezt a kis plakettet, és akkor elviekben érkezik még Bodó Rihárdnak is egy kis díj, akinek a 25. válogatottsága miatt lesz majd egy átadó. Azonban az év 2015-ös esztendő játékvezetői díj átadását is most láthatják, Südi Péternek, valamint Herceg Péternek jár a plakett. Dr. Kers Ferenc ezúttal is a főtitkár helyettes, illetőleg Sós Kálmán, a játékvezetői albizottság elnöke. Hát reméljük, hogy nem a játékvezetőkkel kell majd törődnünk a mai mérkőzésre, egyébként norvégok fújják majd a... És a norvégok fújták Szerbiában a sípot az első meccsen, most pedig majd fehér oroszokat láthatunk. Itt pedig egy fair play díj Dr. Kamuti Jenőtől, a Magyar Olimpiai Bizottság fair play bizottságának elnökétől, Nagy Lászlónak, aki ugye a 2015-ös esztendőben a Veszprém Szeged meccsen vadkertét gyakorlatilag behozta a pályára, felülírva Juan Carlos Pásztor döntését, ugye a vadkerti búcsú mérkőzésé még egy gólt engedélyezett vadkertinek. Hát azt hiszem, hogy mind a veszprémi, mind a szegedi, de úgy összességében minden sportfelelőnknek ez egy örök élmény maradt Nagy Lászlótól, és egy igazi egyéniségre klasszisra vallott az a teljesítmény is tőle, vagy az a produkció, amit láthattunk akkor. A szokásos kézfogások, még pacsizások a mérkőzést megelőzően. Egy gól tehát a magyar csapat előnye, de ahogy beszéltünk róla, és ahogy Skalicki László is mondta, nem ebből kell kiindulni, viszont kiindulhatunk például a szerbek csapatából, ahol ugye észrevettük már korábban az összeállítást, hogy nem találkoztunk az egyessel, azaz Arsic nevével, annak ellenére, hogy igazából az első mérkőzésen ő volt a kapusok közül a legjobb már, mint a szerb hálóra közül. Igen, korán lecserélték a Marjanecet, és ő jött be. Igazából nem védte túl magát, hisz 4 védés nem mondható annak. Gondolom, hogy az elégedetlenség szülte a változtatást a kapus poszton. A magyar csapat keretét is láthatjuk erre a mérkőzésre. Kimaradtak a B betűsök, Bartuc, Bodó, Bánhidi azonban ott van természetesen a keretben, és kimaradt ugye Gulyás Péter az előző mérkőzéshez képest, aki nem csak pályára lépett, hanem egy gólt is szerzett. Viszont ott van Jamali, például az előző csapathoz képest, valamint Harsányi Gerge is, akit Szalaté mester szintén hát idézőben visszahívott a csapatra, ugye hiszen Dusebájár idején nem feltétlenül játszott főszerepet. Gulyás Peti jól játszott, igazából biztos, hogy valami más oka lehet, vagy sérülés, vagy valami probléma, illetve lehet, hogy megosztotta a terheket, ez is egy jó lehetőség, azért a Harsanyi-Geri játéka új szint hozhat, azt gondolom védekezés variációt is megnöveli, és egy olyan játékosról van szó, aki döntő helyzetekben általában megtalálja jó megoldásokat. És itt ugye Gulyás Péternek össze volt nagyon komoly sérülése, az is lehet, hogy esetleg tényleg már a szezon nagyon-nagyon hosszú lett neki, elfáradt, vagy olyan kisebb sérülő szedett össze, amit nem szerettek volna, hogyha esetleg a későbbiekben komolyá fajul majd. No, piros mezben némi fehér csíkkal a magyar válogatott, amelynek a kapujában természetesen ezúttal is Miklen Roland kezd, aki kifejezetten jól védett az első találkozón. Pénteken, múlt héten, hiszen 10 védés számoltunk neki össze, több mint 60%-os hárítása volt, úgyhogy abszolút a csapat egyik húzóembere volt azon a mérkőzésen. Az első fél időben volt neki 50%-os összességében, nem volt annyi, tehát 32%-os volt a kapus teljesítményünk, de azt gondolom, hogy különösen az első fél időben nagyon jól védett. Lékai kezd irányítóban, Nagy Kornél és Nagy László mellette. Zubai pedig beállóban, és rögtön itt egy figyelmeztetés a mérkőzés elején, de egyelőre megusszák még lap nélkül is a szerbek. Azt is beszéltük Skalicki László a mérkőzés elején, hogy
Az odavágó első és második félének első 5-10 percét elképesztően megnyomta a magyar csapat, és nagyon-nagyon jól jött ki belőle Szabati együttesen. Nyilván kellett hozzá picit talán az is, hogy a szervek bent ragadtak az öltözőben, viszont a helyzet kihasználásunk az tökéletes volt ezekben a minutában. Igen, és a fiatal védő centrumuk, tehát a Mladenovic és a Mašanić igazából azért nem olyan szintű játékos, aki ezeket jól tudná olvasni a játékokat. Tulajdonképpen agresszívan játszanak, de nem az a rutinos védőpáros. Ezben láthattuk, hogy Ivanišević ügyel bajjal, de összeszedte a labdát, és bemutatott egy védést, úgyhogy az első akcióból, az első magyar akcióból nem született gól. Nézzük, hogy mire mennek a szervek. Így is lépett ki a védőfalból. És aztán Nagy László az, aki megállítja Nenadićot, amire szükség is van, hiszen Nenadić 10 gólt szerzett az odavágón. Gyakorlatilag volt olyan perc, hogy ő tartott abszolút a lelket a szerbekben, és a vendégek szerzik a mérkőzés első találatát a második percben. Jól láttam, Ilić volt a gólszerző. Nemanja Ilić. Nenadić lőtte, tehát... Nenadić? Igen, ő lőtte. Dobókészre nem sikerült igazán megfogni a lendületét. Azt gondolom, hogy ő neki a keze felé a mozgását mindenféleképpen kontrollat kell tartani, mert nagyon széles oldalsó mozdulatokkal és nagyon néz a kapusnak a védés ebben a helyzetben. Lékai. Zubaira nagyon figyelnek, ketten is folyamatosan gyötörték, ahogy Nagy Lászlót is egy picit arrébb tették. Rákezd egyből a közönség. Ő a védés, de előtte már szólt a síp, és ismételten egy sárgalap. Mladenovićot követően Sesum is besárgul. Zubaival birkózás, Lékai. Nagy László helyzetben, és a második már bent van. Zubai az első magyar találat szerzője. 3 percet kellett rávárni. Nagyon fontos volt, hogy a kipattanót nagyon jól szedtük össze, viszont a kapusnak a védése az azt jelenti, hogy fölkészült, tehát lehet látni, hogy erre azért oda kell figyelni jobban a lövéseknek a végrehajtásakor. Igen, Ivanišević-nek az első két mozdulata, amikor hárítania kellett, akkor a sikeres volt az ő szempontjából. Szerencsére azonban a kipattanóval már nem bírt. Így is lépett ki megint a falból kiválóan. Ez pedig Mikleré. És lehet belőle indulni. Harsányi helyzetben gól! 2-1 Magyarországnak. Nagyon fontos lesz ez, hogy tudjunk gyors akciókat vezetni. Itt remek a hosszú keresztlabda indítás. Bátran fölválták, és a Geri nagyon szép cselles mozdulattal a rövid sarokba helyezte a labdát. Nemanja Ilić is besárgult közben. És hát amilyen gólt szereztünk most, olyan nagyon sokat láthattunk a szerb odavágón is. Volt, hogy Mikler védett, és ő passzolt egyből, vagy pedig ahogy most is egy társat játszott meg, és aztán abból ment a lerohanás. Igen, nagyon fontos lesz, hogy ez a szélsőinket megjátszuk, illetve ez a védekezés, ahogy az átemelős ellen jól segítettek be. Sesum, készítenék elő Zelenovic, Mikler védett. Most megint lehet menni. Lékai, egyedül Lékai, ott a harmadik. Óriási kedvel kézilabdázott Lékai az első mérkőzésen is, meg hát tette ezt persze az egész szezonban, de vele kapcsolatban azt beszélt is Kalinszky László, hogy vagy minden összejön az ő számára, vagy éppen semmi, és ez gyakorlatilag a meccs közben is tud váltakozni. Ilyen szempontból is hihetetlen az ő teljesítménye, de nagyon jól kezdi ezt a találkozót is. És fontos, hogy a vezetés után visszavettük, és két gólos előny azért az már jelent valamit. Az agresszív védekezésüket ezek a gyors gólok megtörhetik, tehát nem engedjük őket felállni igazából pozíció védekezésre. Az viszont egy óriási nagy gól a bal alsóban, természetesen Nenadić. Igen, és pöröl mindenkivel, mert igazából látszik, hogy mindenki azért tőle várja a megoldást, bár ezt gondolom mi is tudjuk, hogy őt azért figyelni kell. Nagy Kornél megy föl, mellé száll a labda, de kapunk egy szabad dobást. Imre Nenadić előző találata, gyönyörű lövés volt egyébként.
játszott ugye ő is Magyarországon, 2008 és 10 között a Szeged csapatát erősítette. Pedig Perics mester, a volt kapus is szintén nálunk játszó. Igen, hát valaki ismeri a Veszprémi csarnok hangulatát, ő az. Nagyon sok szép sikert ért el a csapattal. Zubai az, aki kiarcol egy büntetőt. Nagyon jó volt a bejátszás, két védőugrott sáncolni, és átlóba remekül érkezett abba a területbe a Zubai Szabi, és azt gondolom, hogy jól hajtotta végre. Most Iváncsik Tomin a világszeme. Szerbiában háromból kettőt belőtt, ami a 7 métereseket illeti. Az első kettő az kiváló volt, és most az első itt is az. Nem cifrázta túl, egyszerűen oldalra lekészítette és felhúzta. Ő volt egyébként a magyar csapat legeredményesebb játékosa. Az odavágón a maga 6 találatával, ő is hatalmas kedvel kézilabdázott. És igencsak hozzá tudott tenni a magyar csapat teljesítményéhez, de hát jó szezonja is volt egyébként. És már azon a bizonyos felkészülési meccsen a olimpiai világban a franciáknak is 4 gólt vágott. És konzekvensen azért lehet látni, hogy a Nenadics és a Nagy Laci párharca az első mérkőzésen is nagyon komoly gondot okozott. Tehát nyilván ez Lacit azért fárasztja, tehát biztos, hogy segíteni kell, most megtörtént. Oldalháló. Marad a 4-2. Lékai. Jó a csele. Passza is le a szélre, Harsányi, az is bent van! Egyelőre örömjáték magyar részről. Nagyon felszabadultnak tűnik a magyar csapat. Merünk vállalkozni, és nem egy embertől függ egyelőre a válogatottunk jó játéka. Mint a túloldalon mondjuk, hogy tényleg Nenadicson van minden teher. Nálunk szerencsére ez el tud oszlani. Igen, mint a szerű lerolnás volt, azt gondolom, hogy minden edző ám, hogy így vigyék végig az akciót. Nenadics, Zelenovics, kilépünk már a szaggatottnál, Suk Timuzsin tette meg, aztán Nagy László, be tudnak még fordulni, és Marsenics a találat szerzője, aki az előző meccsen 2-5 a beállók közül, mármint a szerb beállók közül egyedül ő volt eredményes. Igen, de beállított játékból csak egyet tudott lőni, tehát azért azt jól megoldottuk a beálló védekezést. Na. Zubai Szabit levetkőztették. Szeretnék már most hazavinni a mezét, hát majd a meccs után lehet cserélni. Most még azért nem kéne. Marsenics a gólját követően. Igen, túl a barátságot című filmet láthattuk. Nincs annak egy jelenetét. Zuga mindenki szurkoljon. Hát azért a sportláz az eddig sem volt kicsi Magyarországon, de ugye köszönhetően a labdarúgóink tegnapi győzelmének Ausztria ellen az Európa-bajnokságon azt hiszem most még inkább mindenki jobban fókuszál a magyar válogatott, az aktuálisan játszó válogatott teljesítményére. Igen, ez az az időszak, amikor mindenkit mozgásba lendít ez a szurkolás, meg azt szeretné, ha csinálja. Harsányi nem tud újabb gólt szerezni, Ivanisevics már harmadszor véd, egyébként ő is játszott Magyarországon a 14-15-ös szezonban Orosházán. Ez pedig mellé száll, Sesub hiába reklamál, és ezt is ki lehet használni egy gyors lerohanással. Lékai oldalra Harsányi, gól! Ez viszont már ismétben van, a harmadik találat a Harsányi Gergelynek, a 10. perc elején 6-3, és elképzelhető, hogy hamarosan időt kérnek majd a szerbek. Az ő szempontjukból talán érik egy időkérés, egyelőre Perics mester még nem gondolja így. Harsányi Gergely nagyon szép technikai bemutatót tart, most azonos lábról, dobókézzel azonos lábról ugrott, színesen lő, második szándékból, úgyhogy nagyon-nagyon jól játszik. És bent van védekezésben is természetesen. Sesum, ez nem volt csúnya. Tiszta zicser, bent is az újabb vendégtalálat. A harmadik gólja immáron Nenadicsnak. Sesum harcolta ki neki a helyzetet. Igen, az első meccsen is itt a jobboldali védelműnél a szélsőbefutás után ott maradt abban a területben a Nenadics, és azt nagyon, az egy-egyeket nagyon jól játssza le. Tehát itt fontos, hogy időbe fölvegyük, már a középtávon találkozunk vele, akkor az gólveszély. Ilyes maradt támadásban, és közben
beállót beállóban cseréltünk. Bánhidi érkezett Zubai helyére. Pedig sok Timuzinék beszélgetnek, ez pedig egy faltot érő szituáció volt. Kíváncsi Gergőt húzták meg. Hát csinos szurkoló hölgyekben ezúttal sincs hiány. Azt hiszem, hogy a motivációval nem lehet gond semmiféleképpen. És ez nem volt egy túl sportszerű mozdulat. Igen, Gyukics az befutó szélső után egyből jön ki az átlövőrés, jön hozzá a záró, és igyekszik megkerülni, és elég agresszív. Bánhidi összeszedi azt még másodszorra, büntető. Az első meccsen is legalább 2-3 hetest összehozott Bánhidi Bence. Volt egy szerzett gólja is. Most nem sikerült elsőre megszelidítenie, viszont utána már csak így tudták őt buktatni. Véletlenül megint jön Iváncsik Tamás, természetesen. Az ő hideg fejére van szükség ezekben a másodpercekben. Gól! A második is kiváló. 7-4. Iváncsik Tamás édesapja nyomdokain halad, mert ugye Iváncsik Mihály zseniális jobbszélső volt, és külön forgatókony volt az ő 7 méteresei. Itt is Tomika is úgy látom, hogy szépen forgatja, és különböző lövéseket hajt végre. Nenad is tovább. Jelenovics. Sárga lap lesz. Nagy Kornél és Ijés együttes erővel terítette le a szervet, végül Ijés az, aki besárgult. De nagyon érdekes volt az első meccs, mert olyan 2-3-4 gól volt végig az első félidőben a magyar csapatnak az előnye, aztán végül 13-8 lett a félidő. Második játékrészben vezettünk már 8-al is, aztán fordítottak a szervek, de a végén mégis mi örülhettünk. Itt viszont a vendégek 5. találata, Zelenovics is beköszön. Magdeburgban légióskodó játékos. Sokat fejlődött a Magdeburgban, lehet látni a keménység, ahogy hogy támadásban is most fölvette a párharcot. Így és gólja! Több mint 100-szoros válogatott Így és Ferenc, aki következő idényben már a Tatabánya csapatát erősíti majd. Szegedről igazolt oda, és ez az első találata ezen a mérkőzésen. 8-5. Néztük egyébként a himnuszoknál ugye a játékosok arcét, és azért azt láttuk, hogy többségük elgyötört már. Nagyon-nagyon látszik, hogy egy rendkívül hosszú idényen vannak túl, illetve hát lesznek majd túl igazából. Mikler védésével pedig megint lehet menni. Gól! Harsányi Gergely 4-szer. 9-5. Egyelőre hasonlóan. Talán nem túlzás a sziporkázó jelző, de nagyon jól játszunk, sokkal jobban, mint a szervek. Igen, és hát ugye Harsányi Geri nem játszotta az első meccset, tehát nyilván egy friss ember, ennyit jelent, ráadásul meg is játszuk, és most ebben a szakaszban ugye meg tudjuk tenni, hogy a Nagy Lacit is pihentetjük, ami a későbbiekre fontos lehet. Időt is kértek a vendégek. Azt nyilatkozták egyébként az első mérkőzést követően, hogy főleg az első játékrészben védekezésben nem nyújtották azt a teljesítményt, amit ők szerettek volna, és egy keményebb, határozottabb védekezés kellett volna részükről ahhoz, hogy megállítsák a magyar csapatot, és hát fogadkoztak, hogy most majd így tesznek. Igen, gólban tulajdonképpen 13-13 gólt lőttünk, tehát nem volt változás. Az biztos, hogy a második félidő sokkal agresszívabb, jobban kinyitott, mélyebben jöttek a játékosok előre, és sokkal több ütközést igyekeztek fölvállalni. Főleg Sessonnak magyarázott Perismester. És 2-2-t akarnak játszani. Tehát gondolom, itt szükség volt egy kis samponra. Nenadic is starting everything.
Hát ugye Nenadics-tól indul minden. Igen, és fogadni kell, tehát mondta, hogy akkor, amikor Nenadics-tól indul, akkor jöjjünk előre 5-1-be, tehát ebből a védőfalból, hogy őt már időben fogadjuk, tehát ne várjuk be, hogy az akcióját megkezdjen. Na nézzük, mennyiben használ esetleg az időkérés a vendégeknek, reméljük, hogy nem különösebben. Óriási esés. Nenadics, és aztán ott elkezd még ott ijéssel veszekedni, hát nem biztos, hogy jó róla tesz, hogyha ezt folytatja a továbbiakban is. Játékvezető is mutatja neki, hogy talán majd azt ő eldönti, hogy mi szabálytalan és mi nem. Nagyot esett mondjuk, az kétségtelen, de ez nem volt sportszerű. Igen, túlreagált. Tehát ez már mutatja, hogy fáradtabbak egy kicsit a játékosok. Mikler! Nagyon kellett a védés. Közel voltak már egyébként a passzív játékhoz is a szervek. És ez mutatja, hogy egy játékos kijön abból az optimális állapotból, akkor ez egy nagyon rossz lövés volt. Tehát igazából középre, bár Roli elindulta vissza húzott oldalra, de úgy gondolom, hogy ezt idegből lőtt el igazából. Igen, kicsit mintha dübből eresztette volna kapura. De hát nem baj, amíg dühös, az nekünk csak jó. És érdekes, hogy lejátszották ezt a tulajdonképpen első negyed órát, és még labdaelvesztés nem volt egyik oldalon sem, tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt kellett védeni a kapusoknak, vagy a védelemnek hibás lövésre késztetni. Ez számra ebbe a helyzetbe az egy kicsit meglepő. Ancsin, Lékai, ami a bejátszás a Bánhidinek, tessék itt a labdavesztés, amit mondtál, és ott a hatodik vendégtalálat. A legközelebb nem kezdem itt ezeket ecsetelni, mert nem jó előjel. Gyukic volt a találat szerzője egyébként. És a szokásos passzával nincs semmi. Kíváncsi Gergő helyzetét nem fújták le szabálytalannak. És aztán lent marad Iván Stankovics, ugye van belőle kettő is, 37-essel Strahinja Stankovics. Pedig az előző labdavesztés Lékaitól, amikor hát ez egy freestyle mozdulatnak sem volt utolsó, hogy fejjel megszelidítette Bejanski. Gyukics pedig ennél közelebb nem nagyon vihette. Bárdi Dimence pedig besárgult. Egy másodperc ilyen letelt egyébként az első fél idő fele. Továbbra is ez a 3-4 gól kezd állandósulni ezen a mérkőzésen is egyelőre. És ami örvendetes, hogy jól viszük a lerohanásokat, azt gondolom, hogy a góljainknak a több mint a felét ebből lőttük. Ez fontos lehet, hogy nem fölállt védelem ellen kelljen erőlködni, hanem igazából átfutni a pálya középső harmadán és úgy kerülni esetleg jó helyzetbe. Kovics, Mikler, ez egy könnyű védés volt most az ő szempontjából. Lehet cserélni. Érkezik Kiváncsi Gergő, jön Bánhidi beállóba, szép csel. Lékai. Hát ott elesett egy magyar játékos. Nem biztos, hogy önszántából tette mindezt. Ez pedig belemenés? Nem. Csak szerettem volna, hogy az legyen. Léka is szerette volna szintén. Hát igazából foglalta a pozíciót, ugye labdavezetés közben. Az előző pedig Iváncsik Gergő bukfencezése volt. 9-6. Csuk lép ki, Mikler véd. De ez is szabad dobás. És a közönség érzi, hogy most kell egy pici segítség, tehát fontos is lehet, hogy ne engedjük esetleg közelebb a szerbeket. A női junior válogatottat is láthatjuk. Tóth Gabriella is ott van, illetőleg Kis Szilárd. Ők is a helyszínen tekintik meg ezt a találkozót, és szurkolnak a fiúknak a minél jobb eredmény elérésében. Hát
kell a biztatás. Nem győzzük hangsúlyozni a világbajnokság a tét. És az egy nagyon jó blokk. És ugyanazt a játékot játsszák a bal szélső befutás után egy beálló kifutása, arra történő 2-2 és a szélső visszafutás, ezt játszották végig az első mérkőzésen is. Ebben igyekeznek a 2-2-ket megtalálni, agresszívan megjátszani. Tehát az alaptéma adott, hál' Istennek a mi védekezésünk és mögött a Mikler teljesítménye is eddig remek. Zúga, mindenki szurkoljon, tényleg mindenkire szükség van ahhoz, hogy együtt elérjük a céljainkat, lassan ez mondjuk passzív is lehetne akár. Iván Stankovics tovább, Nenadics. Be tudják játszani, de a felső léc természetesen Veszprémben a magyar csapattal van. Jól van. Így és közben már a túloldalon. Nincs labdavesztés, van viszont magyar szabaddobás. Igen, és hál' Istennek a beálló játék, ott folytatják a szerbek, ahol az első meccsen abbahagyták. Ott is volt, hogy nehezen kerültek helyzetbe, vagy oda kerültek, akkor ilyen gólhelyzetet hagytak ki. Ugye Marcinic és Beljanski is igazából még nem az a rutinos kategória, könnyen hibáznak. Ancsin viszont az a rutinos kategória, aki az első mérkőzésen is pokoli nagy bobbákkal vétette észre magát. És most is megkezdi a gólgyártást. A 10. magyar találatot jegyzi a szaggatott környékéről. Rövid lendületből, nem cifrázta túl, megemelkedett ilyen alkatú fiúnak, hogyha ilyen laza védelem van előtte, azt gondolom ezt kell tennie. 118 gólt szerzett a magyar bajnokságban az alapszakaszt és a felsőházi rájátszást is figyelembe véve. A keretben ő a legeredményesebb. Mikler pedig egy újabb védést beúszhat a neve mellé. 10-6. Most mintha egy picit elfogyott volna a tudománya a vendégeknek az elmúlt perceket figyelembe véve. Igen, azért az átlövőben a csere, a Rinic és a Stankovic sokkal statikusabbak, úgyhogy nem az a kategória, úgy gondolom, mint az Arenovics volt ebben a helyzetben, vagy a Sesun mozgékonyak, ezáltal inkább az lövéseket könnyebben elővételezik. Ráadásul amíg a szervek kapujának előterében Lékai így tud átszlalomozni és cikázni a védők között, addig nagy probléma nem lehet, kapott egy szép elzárást is azért Bánidi-től. Második gólját szerezte és 5-tel vezet a magyar csapat. Az oldalháló szabaddobást lesz, és Sárga Iváncsik Tamásnak picit őszintén szóval féltem is, hogy nehogy két kézzel teljes mértékben visszarántsa ellenfelét és leküldjék. És ez is jó, hogy az első meccsen ebből gólok születtek, most viszont a látemelés után a kettes védő remekül segített be. Hát a túloldalra gól. Gyukics. Nagyon szép átadás, ugye ezt a Nenadistól megszoktuk, és ez a bevetődéses szélső lövés túlugrotta a kapust, nagyon nehéz ezt hárítani. Iván Csigerő többször magasan helyezkedik föl, és ezt jól használják ki, tehát igyekszik az átlövő előtt a területet megfogni, és most ugye két percet is ítéltek meg a szélsővel szembeni szabálytalanságért. Először tehát a mérkőzésen ember hátrányba kerül a magyar csapat, viszont Zubain ott van a megkülönböztető trikó. Így ezt igyekezzük kompenzálni egy darabig a támadás során. Üres most a magyar kapu ennek köszönhetően természetesen. Így és visszahúzzák őt, ez szabad dobás kell, hogy legyen. Az ő trikóját is majdnem leszették a testéről. Zubai. Lékai. Fenn a játékvezető keze! Hát emeljék csak nyugodtan, mert emeli Ancsin is. A második nagy bomba. Picit elhajolva Sesun mellett, nem volt ez egy olyan könnyű lövés. Egy beleszökkenés, egy nagyon szép oldalsó lövés volt a védőnek a derekánál. Nagyon jól előkészített és hihetetlen húzása volt a karjának, és ez védhetetlen. Elképesztő erő van az ő lövéseiben is. És nincs falt, nincs szabaddobás, nincs büntető.
Van viszont folyékony kenyér. És még valamivel több mint fél percig ember hátrányban vagyunk kénytelenek kézilabdázni, de hát egyelőre jól jövünk ki ebből. Továbbra is üres a magyar kapu, Zubay jött a bal szélen szintén. Most kapja a labdát fekete megkülönböztető trikóban. Zubay aztán lemegy. Ijés! Visszahúzta. Picit túlságosan. Hamarosan időt kér véletlen majd a magyar csapat, legalábbis Szabaté mester kezében ott volt az időkérés jelző tábla. Most egészülhetnénk ki hivatalosan. És nem is érvényes a találat. Marad a 12-7, Szabaté pedig időt kérhet. Azt hiszem, hogy minden egyelőre tökéletesen alakul. 8-9 perc még hátra az első félidőből. Hey, Zubay! Zubay, come back, Tommy! Timu! Noid corner! Jamali! Okay? And Lekai! Lekai! And Gary here! Two change, okay? The first always Timu! The first always Timu! 5-1! Okay, 5-1. We feel it here. We feel it here. Jamali. Jamali. Lubo. Lubo Beputas. Okay? For Lazzi. Lazzo, come. Okay? People between second and third. Okay? Hey, the continuity, Lazzo. If you don't find the shoot, the pass, the cross with you. Okay? Let's go. Get out of here. Egy serete állt a magyar csapatban, jön Jamali. Igen, és egyből befuttatják a második beállónak, erre egy cserét telepítenek, és igyekeznek a jobb átlagyobb Gárdaci visszajön. Ebből adódóan folyamatosan fogják folyamatos játékot kér tőlük. Ugye az 5-1-elni játékról, bár ez olyan, hogyha befutás van, vissza lép a védőfalba, eddig legalábbis ezt védekezték, most is az történik, bár utána kivált. Igen, Mladenovics ott a zavaró 77-essel. Majd László. Lékai mellé. De blokkolták, és ezért vágódott mellé. Jamali első labda érintései. Az önérkezésen ő nem szerepelt. Lékai. Lékai egyedül! A harmadik gólja fel a jobb felsőben, nagyon szorongatták őt. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy ebből már nem tud kiarcolni igazán nagy helyzetet, mert földre viszik, de hogy ne tudna. És nagyon fontos volt, hogy oldalról történt a támadás, és bevittük arra a zavaró mögötti területre. Hogyha belépett volna, akkor húzás történt volna. Lékai nagyon jól vette észre, hogy ott megnyílt a lövőfolyosó, és ő remekül hajtotta végre a lövést. Kapust is cserélnek a szerbek, Ivanisevics ugye nem kezdett rosszul, de az utóbbi időben keveset találkozott a labdával, jó rész csak kifelé vehette, úgyhogy Marjanac a továbbiakban az ő helyén 85-össel. Labdát csenünk, és ezzel lehet menni. Lékai összeszedi még! Bravo! 14-7-re vezet a magyar csapat. Ez most megint egy olyan sorozat, amely után jó lenne megnyugodni, és aztán nem azért küzdeni, hogy vissza kell vennünk a vezetést. Nagy László valahogy összeszedte, ez se volt egy könnyű mozdulat. De gól a vége, és ez a lényeg. Nagy Kornélt nem tudták átjátszani. Mikler oda, ahol állt. Iváncsik Tamásnak nincs meg. Mikler pedig már a hetedik védését jegyzi, hogyha ahol számolom. Az nem volt csúnya. Ilyen gólból láthattunk már egy párat. Nenadics negyedikje. Igen, szabadobásnál a szélső kivette a középső embert, és ugye az Zubay szabadban került egy-egybe a Nenadics, de hát az igazság ekkora területen őt nagyon nehéz megfogni. Ráadásul jól csinálja ezt az általános cselet.
cserélt Szabáti irányítóban is. Most Lékai helyén Császár Gábor, aki szintén remek szezont futott a svájci Schaffhausennel. Annak ellenére most elveszíti a labdát, talán még nem volt teljes mértékben ott fejben. Hitler pedig nem tud hárítani, és Zelenovics szerzi a 9. vendégtalálatot. Ugye ilyet láttunk az első meccsen is, hogy beszállt egy-két csere, és kellett nekik pár perc, amíg felvették a meccs ritmusát és tempóját. Ez most nagyon szerencsétlen mozdulat volt. Zelenovics pedig élt a lehetőséggel. Talán túl közel helyezkedett, és olyan váratlanul passzolták rá a labdát. Ez mindig egy problémás. Hogyha túl közel kerül, és nagyon szűk, gyors csuklópassz volt, és ezt nagyon nehéz lekezdeni. Ráadásul úgy, hogy most jött be, tehát hideg játékosról van szó még. Büntető. Császár harcolja ki. Nem csak bajnok és kupagyőztes lett egyébként Svájcban, hanem őt választották meg a legjobb játékosnak is, ami azt hiszem, hogy óriási elismerés. Nagyon szép dupla passzos megoldás volt, a beálló pozícióba került a készítés után, és nagyon jó vette észre a bejátszó játékos. Iváncsik Tamás pedig, mint hogyha edzésen gyakorolna, olyan lassan is könnyedén lövi ezeket a heteseket. 3-ból 3 a neve mellett. Igen, most kilépett a lövőcselnél, vagy a lövő mozdulatnál, és utána helyezte a kapuba labdát. Még 4,5 perc az első félidőből. Megnyugtató 6 gólos vezetés egyelőre. Megállítják közben az órát. Reméljük, hogy nincs komoly baj. Uff, ott kapott egy könyököz Zubai. Nem mondom, hogy teljes mértékben szándékos volt, de hogy nem esett jól neki, az egészen biztos. Jajló Marsenics jobb karjával találkozott. Igen, még a koordinációja nem a legtökéletesebb, sokat teszik ki a vitorlákat és a kézzel dolgozik. Igazából ez a nemzetközi szinten nem megengedett, tehát inkább testtel, megfelelő súlyponti súlyeztéssel érdemes ezt csinálni. Itt pedig ezt a labdás ütögetőt láttuk. És aztán Nagy László gondolkodás nélkül azonnal fordult és passzolt, és aztán még a vonal előtt sikerült összeszedni. Hát itt sok mindennek passzolnia kellett, de végül sikerült belőni. Ez is kell hozzá, tehát az igazság, hogy ahogy nagyon jól harcolt meg a szabadlabdáért a Lékai Máté, és utána a testére helyezkedett a kapus, ő pedig remekül kihasználta ezt a mozdulatot. Zubai úgy tűnik, hogy jól van, nem kér cserét, némi ápolást követően tudja folytatni a játékot. Ott nem lehet bemenni, Zubai és Nagy László zártak össze. Zelenkovics reklamál, viszont 2 perces kiállítás Zubainak. A közönség reakciát önök is hallják. Nagyon jól tette be a vállát, és itt az oldalról történő szabálytalanságot ítélték meg a játékvezetők. Reméljük ugyanúgy lesz a szerb ember előny, mint ahogy az először volt. Zubait egyébként az első meccse 3-szor is kiállították, úgyhogy rájár a rúd ebből a szempontból. És ahogy láthatok, séges tömlőt kapott a fejére véletlen még az előző könyökös miatt. Most gólra váltják az ember előnyt. Luka Mitrovic találat szerzője ott Ijés és Iváncsik Tamás között. Ijés nem akart már odalépni akkor, amikor látta, hogy ebből labdaszerzés nem lehet, hogy nehogy még egy kiállítást legyen. És azért az is jelent valamit, hogy már a harmadik balátlövő jelenik meg, tehát Mitrovic személyében. Ez nyilván azt is jelenti, hogy bőven vannak, de azt is, hogy elégedetlen a teljesítményen. Ezúttal Iváncsik Gergőn a fekete trikó, ugye eddig Zubain volt, de hát ő most a kiállított, úgyhogy megint kapus nélkül a magyar csapat. Császár. Igen, és ezt a hosszú lefolyású játékot ezt jól csinálják, a szélső labdás cserék után, belső üres hely cserék, tehát egy picit hosszabban építjük a játékot. Kornél. Szabad dobás, pörögnek a másodpercek, az nekünk nem baj. Már csak 40 a magyar kiállításból.
ketten támasztják meg Nagy Kornélt, ott sok mindent lehetett ezzel kezdeni, de ez tökéletes, újabb tízes pörgött le. Nagy Kornél megy föl! Pocikjen! Beleért ugyan a szerver kapusa, de olyan elementáris erővel tüzelt, hogy ezt nem lehetett védeni. Marjanac már csak bejjebb tudta segíteni. Közben azért Nenadic is jelzi, hogy ne írjatok még le minket, és főleg engem. Igen, és egy nagyon szép felugrásos átemelős csel volt. Ez a technika eleme azért itt lehet látni, ez egy nagyon szépen kivitelezett mozgás, elhitette, és a védők között kígyózott be. Kiegészül közben a magyar csapat, viszont hát Nenadic tényleg ugyanott folytatja, sajnos Szerbiám labbajta, 11 vendégtalálatból 5-öt jegyzett, hihetetlen, és a maradék 6-ban is szinte biztos, hogy tevékeny részt vállalt. Extra klasszt is teljesítmény tőle ezen a két mérkőzésen. Igazából azt szoktuk mondani, hogy ha egy játékos sokat lő, az nem baj, a többin előjön. Igazából akkor, hogyha nem tudják megoldani, vagy pedig akkor azt kell kikapcsolni, és akkor a másik taktika. Hát ez egyelőre az eredményállás ezt igazolja, hogy tulajdonképpen ez beletér, amit ő alkot a mai meccsen. Másfél perc még az első fél időből. Kis igazítás. És rákezdenek az Éjjel soha nem érhet végű című klasszikus nótára, amit ugye a magyar futballmérkőzéseken lehetett hallani, illetve tegnap Franciaországban is egészen szürreális élmény volt. És itt vannak a drukkerek is, hát lehet, hogy sokan közülük tegnap egyébként a belvárosban éjszakáztak. Ugye hát gyakorlatilag egész Budapest megbénul, de hát ez legyen az ország legnagyobb problémája. Marjanac védi viszont most Császár kísérletét, az első védése Dragan Marjanacnak. Mittler is ritkán találkozott a labdával mostanában. Luka Mitrovic pedig zsinorban 2 gólt szerez. Ő is egyébként Norvégiában az Elverum csapatában légióskodik, csapattársa Iváncsik Tamásnak. Megkezdődött közben az utolsó 50 másodperc az első fél időben. Volt közte sokszor 5 is, most 4 a különbség. Jamali. Ugye miénk. Császár. Zubai beállóban. Próbálják kicsit a szaklatottig följebb tolni a szervek. Reméljük, hogy Császár ebben a mozdulatban nem sérült bele, mintha megcsúszott volna az egyik bokája, vagy a talpa. Igen, ott a jobb lába. És aztán még egyszer ráadásul. Jamali, gól! A bal alsóba imád Jamali. 17-12, még néhány másodperc hátra van az első fél időből. Jó. Megvan tehát az bizonyos 5 gól, ami az első fél időt oly sokszor jellemezte. 17-12-re vezet a magyar csapat a visszavágón fél időben. Hogyan értékeled egyelőre ezt az első 30 percet? Nagyon jól indultunk megint a mérkőzésen, főleg annak köszönhetően, hogy a jó védések és a védekezésnek ből indítva lerohanásokat vezettünk, és ezekben főleg a Hásányi Gerinek a gólerőssége egy jelentősebb előnyt biztosított. Utána azt gondolom, hogy a Lékai Máté percei jöttek ott középen, és azt hiszem, hogy utána már ez a különbség ez kialakult, és uraljuk a mérkőzést. Lehet látni, hogy a szerb válogatott igazából már arra is gondol, hogy esetleg ez a meccs után mi lehet. Nekünk az a lényeg, hogy maradjunk ebben a koncentrált állapotban is, továbbra is a taktikánkat és a taktikának a pszichológiáját azt alkalmazzuk. Hát így legyen, köszönöm szépen a gyors értékelést, mi pedig mutattunk önöknek egy kis kertcsinálót, legalábbis a tekintetben, hogy júliusban a világ legjobb strandkézilabdázói látogatnak Budapestre, köztük természetesen a magyar válogatottal is. Thank you.
Maradjunk még egy picit a strandkézilabdáról, és beszéljünk arról, hogy ez a fantasztikus sportág ugye most Magyarországon van egy világbajnokság erejéig. Minek köszönhető az a magyar női strandkézilabda válogatott sikerének, hogy itt lehet a világbajnokság Magyarországon? Köszöntöm a nézőket. Azt gondolom, hogy részben természetesen az ő sikerességük, de ugye azért a férfiak mellett sem menjünk el, hiszen azért évek óta ők is a világelithez tartoznak. Ezen kívül azt gondolom, hogy azért erős a Magyar Kézilabda Szövetség, és strandkézilabdában meg különösen az, hogy a 2 évvel ezelőtt mi lettünk Európa legjobb strandkézilabdázó nemzete, úgyhogy talán egy picit ennek az elismerése is az, hogy megkaphattuk ezt a világversenyt. Még egy hónap van a Margit-szigeti rendezvényig. Hogy áll a felkészülés, a pályák rendben, a homok már úton? A homok úton van. Azt gondolom, hogy összességében jól állunk, ugye egy hónap van, most van a hajrá, nyilván nagyon sok fog múlni az időjáráson és a részleteken, de az előkészületek nagy része az lezajlott, és úgy gondoljuk, hogy egyébként most jól áll nagyon a szervezés, és ezt a visszajelzést kaptuk a Nemzetközi Kézilabda Szövetségtől is, amikor nálunk jártak nemrégiben. Nyilván ti szervezők azt a nagyot álmodtátok, hogy esetleg a végén érmes, vagy a legfényesebb éremmel tér majd Nyugovóra a világbajnokság után valamelyik válogatottunk.
Igen, nagyon reméljük, hogy hazai pályán szépen fognak szerepelni a csapataink. Én azt gondolom, hogy a lányoknak minden esélyük megvan erre, hiszen évek óta remekül teljesítenek. Ők ugye Európa bajnokként érkeznek most a világbajnokságra. Bízunk benne, hogy a legfényesebb érmet fogják elhozni. És a fiúk is négy között végeztek. Nagyon reméljük, hogy a hazai pálya előnye fog majd annyit hozni sok magyar szurkolóval, hogy a legfényesebb éremért játszhatnak. Mennyit tudnak homokon készülni a srácok? Nyilván most már a finisében van a világbajnokság, most már csak homokon vannak, de mondjuk a téli időszakban mennyit tudtak homokon készülni? Hát ugye a strandkézi labdában azért igyekszünk természetesen tiszteletbe tartani a terem kézilabda szezont, és főleg utána indulnak el a felkészülések. Úgyhogy így aztán rövid idő áll a rendelkezésre, hogy felkészüljünk a szakágra, de hát reméljük, hogy ez elégnek bizonyul majd most, és hát a szövetség minden segítséget próbál megadni a válogatottaknak arra, hogy megfelelő felkészüléssel tudjanak megérkezni a világbajnokságra. Na és természetesen az M4 nézői sem maradnak le a világbajnokságon, hiszen minden magyar mérkőzést láthatják majd, és természetesen a bronz és az aranyéremért is zajló küzdelmeket, úgyhogy drukkoljunk majd a magyaroknak akkor is. Máté, tiéd a szó, mert hamarosan elkezdődik a második játékrész. Nagyon szépen köszönjük Szekeres Péternek az interjút. Valamivel több, mint most már lehet inkább valamivel kevesebb, mint 2 perc van hátra hivatalosan a szünetből, és aztán folytatódik tovább a mérkőzés. 17-12-re vezette át a magyar kézilabda válogatott Szerbia ellen, ami azt jelenti, hogy összesítésben 6 gól a magyar csapat előnye. Hogyha megnyerjük ezt a meccset, akkor abszolút nem kell számolgatnunk, és hát reméljük, hogy ez így is lesz, és akkor ott leszünk a 2017. januárjában rendezendő francia világbajnokságon. Látunk egy statisztikát, hogy hát a legárulkodóbb adat a 17-12-n túl az, hogy a lövések aránya az mennyivel jobb a mieink részéről. 71%, míg a túloldalon csupán 48. Ez egyébként azt hiszem nagyjából az odavágon is egy hasonló szám volt a fél időben. Ez nagyon fontos, hogy ebben a kontextusban, hogyha nézzük, hogy a kapus teljesítmény továbbra is jobb nálunk, a másik pedig nagyon jó a lövőszázalékunk, ami azt jelenti, hogy emellett még ugye kaput felületet találunk, és amit én külön jónak tartok itt a gyors indítások, mert azok a lerohanásos gólok is, amelyek azért fontosak voltak. Én azt gondolom, hogy szemre is szép akciókat vezettünk. Frissebb a csapat, szellemileg is úgy gondolom, hogy jól áll a mérkőzéshez, és hát biztos, hogy Diaznak is tetszik, hisz azért ő egy zseniális irányító volt, aki tudta a taktikai könyvet úgymond a mérkőzés folyamán. Azt hiszem, hogy most a Lékai Máté is nagyon jól lapozza ezt, és színesen hozza, jó ritmusban mozgatja a csapatát, ő maga is élvezi a játékot, és eredményes, és úgy gondolom, hogy a Császár Gabi is jól szállt be a meccsben. Diazra visszatérve csupán, ugye hivatalosan visszavonult, de azért nála mindig vannak ilyen sejtelmes félmondatok, hogy hát majd meglátjuk. Jó, visszavonultam, de sose lehet tudni. Hát igazi játékos alkat, őt igazából nehéz ettől a játéktól eltávolítani. Nem is kell, nem is kell, és hát ha jól tudom, akkor marad is a kézilabdában, hogy pontosan milyen pozícióval, azt persze majd meglátjuk. Mikler viszont védéssel indítja a második félidőt. Egészen pontosan Nenadic kísérletét hatástalanította, aki emiatt egy kicsit megint dühös volt saját magára. 2007 óta egyébként szerb válogatott már Nenadic, abszolút az egyik, hanem a leginkább fényesebb csillaga a szerb kézilabdának, legalábbis a mostani válogatottban jelenlévők közül, hiszen azért azt ne felejtsük el elmondani, amit az első meccs előtt megtettünk, de hát ha valaki nem látta azt a találkozót, hogy van jó néhány hiányzója a szerb válogatottnak. Például a Veszprémet erősítő Ilics, ugye, aki lemondta a válogatottságot, de azon kívül is még 2-3 kulcsembere valamilyen oknál fogva nincs itt a szerbeknek. Hát a rutinosabb játékosai azért hiányoznak beálló pozícióban, ez nagyon érződik, valamint a védekezésnek a középső területéről. Azt gondolom kapuban sem igazán tudták a Stanicnak a pótlását, illetve Milics ugye problémás volt az edzőtábori viselkedés, ezért maradt ki. Tehát azért, hogy átlövőben a Vujin, a Omir Ilics, az úgy gondolom egy nagyon komoly lövőpáros. Ők sincsenek. És Toszkic sincsen. Igen, Toszkic és Rátko Stojkovic, aki nekem az egyik kedvencem, hihetetlenül jó taktikai érzékel megáldott beálló, és hihetetlen pontos kezű.
pedig Bánhidi ezért kap 2 perces kiállítást. Mondjuk az első fél időben Zuba is kapott egy könyököst, akkor Zubait ápolták, de nem történt semmi. Most Bánhidi 2 percet kénytelen ki pihenni. Hát ez olyan véleményes, mint a vízilabdában a center ellen, hogy mikor kinek fújnak, így lényeg is, a kiegyensúlyozottság, azt gondolom. Ugye mindenki fogást kezdeményezett, tulajdonképpen ezt láttuk. Itt pedig a Nenadisnak ezt a védjegyévé váló átemelős cselét, ugye ezen az oldalon, itt a védelem jobb oldalán most már nem először adta el, de Roli nagyon jól olvastam, és jó kényszerítette be ebbe a sarokba a lövését. 40%-os hatékonysága a védegyőre, 20 kísérletből 8-at hárított. Hasonló teljesítmény tehát, mint az első mérkőzésen. Ugye akkor a büntetők erejéig, talán néhány perccel beállt Fazekas Nándor is, aki most is ott van a keretben, Bartusz kimaradt. De hát Mikler ezt is védi, nincs ok igazából a cserére. Sesum húzta vissza. Ember hátrányban a magyar csapat, Miklert le, Iváncsik Tamáson pedig a fekete trikó, az első fél időben Zubajn, illetve Iváncsik Gergőn láthattuk ezt, és mind a ketten ott vannak a pályán már, mint az Iváncsik testvérek. Igen, a rövid oldalon oldják ezt így meg, tehát ott jön fel a alkalmi szélső. Zubai beállóban, távoli kísérlet Nagy Kornéltól, picit talán tényleg messze is volt a kaputa, ráadásul mintha egy minimálisan lökték is volna a lövés közben. Nem tudta jól megfogni az ugró területet, és itt egy kicsit volt testi kontakt, ezt elengedték a játékvezetők. Mitrovic, Sesum, a szép bejátszás, és ember előnyben sikerül gólt is szerezniük a szerveknek. Zorán Nikolic első találata. Marsenics után tehát egy újabb beállós szerez találatot a vendégeknél. Nagyon szépen oldották meg 2-1-re ezt a helyzetet, ráadásul a készítő még oldalirányba el is vitte, tehát nagyon nehéz volt itt a védőnek azon a területen védekeznie. Még 10 másodperc a kiállításból. Kornél, szabad dobás. Kiegészülünk. Harsányi jön jobb szélre, nagyon jól játszott az első fél időben Harsányi. 4 gólt is szerzett, főleg a lerohanásokkor volt igencsak aktív. Majd László, Zubait játszotta volna meg, de őt is húzták, vonták. Igen, Zubai személy most elcsúszott egy picit, tehát ott maradt volna azon a területen, akkor megjátszható lett volna. Így a védőnek a elszámolását kiegyenlítette a mozgásával. Lékai. Zubai nem tudja megszelidíteni, és ezzel mehet Mitrovic. Óriási lökés, Mikler véd. Sesum, ez viszont már a bal alsóban köt ki. Az első gólja a meccsen Sesumnak, aki ugye 2007 és 10 között játszott a Veszprémben. Igen, és egy picit benn maradtunk, úgy gondolom, az öltözőben. Ez a nagyobb előny most nem úgy, mint az első meccsen, most egy picit a kezdésünkön nyomot hagyott. Ráadásul Nagy László passzát is lefülelik. Mitrovic, gól ez is. 17-12-es fél időt követően följönnek 11-15-re a szerbek. Mitrovic 29 mérkőzésen a szezonban 131 gólt szerzett idén. Nagyon jó idénye van. Szabad időt is kért. The balance, if we have the chance to make fall, fall and finish, eh? This is the first. Second. Elche, nem van a labda. Nem tudsz várni a labda? Fog a labda! Eh? Nem jön a labda ide! Listen, Mate. Only situations of pass, they recover in the fast break. Don't miss the ball. And if they are passive, don't speak like this with him because they are ready. Make one signal. Or play the one against one, but don't make one signal because all the defense is there. Yes, but it's very clear, Mate.
is very clear or say something to Griezmann after play the one against one, because all the defense is ready. Next attack. Ugras. Unapadu, samo nemojte da žurite. Lékai Máténak tartott egy kisebb előadást Szabáté mestert, a Bánhidi Bencét. Ami lesz itt, de mondta, hogy a labdát jobban fogja meg és helyezkedjen felé. Igen, és tartsak, hogy ne csúszson ki a zárásból indokolatlanul. Tehát, hogy lehessen rápasszolni a labdát. Amit értettem a Périgy, pedig a támadásban, hogy szélesen tartsák a lövők az oldalon, és abból kezdeményezzenek, tehát az egy-egyeket vállalják fel, a betöréseket, próbálnak előnyöket szerezni. Érdekes, hogy eddig ugye három technikai bát követtünk el ez alatt a rövid idő alatt, még az egész első fél időben tettük ugyanennyit, tehát itt most azért fontos, hogy újra visszaálljunk arra a koncentrációs szintre, és újra megtaláljuk a taktikánknak a lényegét. És hát nagyon jól jön egy újabb magyar gól, hogy megtörjük egy kicsit a szerb lendületet, nehogy esetleg elhiggyék, hogy tényleg lehet keresni valójuk, mert azért azt láttuk múlt pénteken, hogy mínusz 8-ról is fel tudtak állni, elképesztő sorozatot produkálva. Büntető, jól van. Bánhidi harcolja ki. Az első játékrészben is láthattunk tőle hasonlót. Nagy Lászlótól kapott egy remek paszt, és ezúttal megvolt a tökéletes labdafogása is Bánhidi Bencének. Igen, és azt gondolom, hogyha így fejlődik, mint hogy eddig tette, akkor ezeket be fogja tudni lőni, mert ez egy remekül a labdátvételbe beletette a leforgást, és hogyha ez belövi, akkor most nem kell 7 méteresért szorítanunk, bár eddig az Iváncsik Tamás remekül lőtte. 3-ból 3 eddig Iváncsik Tamásnak. 4-ből 4. Ivanisevic ugyan visszatért a második fél időre, de ő sem tudott kifogni Iváncsik Tamáson. Ráadásul ember előnyből szereztük a gólt, ugyanis pont az egyik, hát Neradicson kívül talán a legjobb formában lévő szervet, Mitrovicsot állították ki 2 percre. Igen, és most ez a rezegtetős lövés jött, amiben nem lehetett tudni, hogy mikor engedi el a labdát, és nagyon jó ütemben tette ezt. A szervek is levitték a kapusukat. Neradicson ott a kék megkülönböztető trikó. Létszám azonosak. Itt le remekül védett, de előtte már sípoltak. Zelenovics kísérletét hatástalanította. Lélektanilag persze ez sem rossz. 18-15. 6 percet kellett várni nagyjából az első magyar találatra a második játékrészben. Sesumot el tud menni. Mikler! Elakad benne a labda! Bravo Roli a 11. védés, kár viszont ezért az eladott labdáért, egy távolról neki rugaszkodó lövés. És Gyukics gólt szerez, ember hátrányból találnak be a szerbek. Hát ezért nagyon-nagyon kár volt, úgy gondolom, sokkal jobban, biztosabban kellett volna ezt a támadást elindítani. Talán ez a kapkodás sem jó, a túlzott nyugalom sem, tehát vissza kéne találni ahhoz a tempóhoz, amit alkalmaztunk az elején. Ó, de nagy passz! Bánhidi viszont kihagyja az óriási zicsert. Ivanisevic negyedszer, pedig Lékaitól álomzsugát kapott. Hát igen, erre kell törekednie, hogy ezeket a biztos helyzeteket értékesíteni, mert akkor lesz igazán hatékony a támadó játéka. 10 másodperc még a szerb ember hátrányból, és aztán kiegészülnek Sesum. Marjanovic húz befelé, Bánhidi pedig ölel, és ebben a másodpercben teljes létszámban most már a vendégek is. Nem jött ki rosszul az ember hátrányból, egy-egyel zárták. Sikerült időben cserélni még, Suk Timozsön visszaért a falba, Sesum, Harsányi löki, Sesum megy föl, Mikler. A kipattanó pedig megvan Lékainak. És visszafújták a játékvezetők az indítást. Talán nem is baj, így jöhet Bánhidi beállóba, és akkor szépen fölállhatunk. Végigjátszhatjuk ezt a támadást. Tehát a szerbek váltottak, vagy javultak, vagy az utolsó erőtartalékukat összeszedték még a második fél időre. De Bánhidinek csak összejön a gól. Volt most némi
malacunk is azért, ahogy oda pertült a labda. Nem adták meg, igen. Tehát igazából gondolom leért a kapu előteret, sértette, de az egykezes labda kezelése és abból történő lefordulás az mindenféleképpen szép mozdanat volt. Vanisevic, illetve Iváncsik Tamás ismételten. Eddig 4-0 Iváncsiknak. És 4-1. Az első büntető, ami kimarad. Orosházán is ő azért sok 7 méteres zárt be. Most ugye egy ilyen elhajlásos lövést akart végrehajtani a visszaalsóba. Talán ez, azt gondolom, hogy egy picit egy balkedes szélsőnő sablon lövés is, és ezt várta már. És a Szerbiában is így volt a nagy előny. Úgy olvadt egyszer csak el, hogy akkor is kimaradt egy hetes. Reméljük, hogy most nem ez fog történni. Nagy László védekezett nagyon keményen Luka Mitrovicsal szemben. Most mintha élesebbek lennének egy kicsit a szervek, akik ráadásul feljöhetnek egyetlen találatra. Fel is jönnek. Nenadic 6. gólja a mérkőzésen. Igen, és a Mitrovic ellen nagyon nehezen oldjuk meg a védekezést. Hihetetlen széles az induló csele, és nagyon jól lép be a védők közé. És komoly fizikumú játékosról van szó, tehát oldalról nagyon nehéz megtartani. Nyilván ő is friss ember, tehát keveset játszott. Ilyenkor azért második mérkőzésen ez sokat jelent. Lékai kap egy szabad dobást, és aztán talán egy kis törlést is kér. Nagyon kell a drukkerek bíztatása, ez lehet az egyik plusz fegyvere a magyar csapatnak itt a hajrához. Hát lassacskán közeledve még azért, 10 perc sem telt még el egészen pontosan a második fél időből, viszont az 5 gólos különbségünk az most csupán egyre olvadt. Bárhidi maradt továbbra is beállóban. Jó! De még milyen jó! Nagy Kornél! Nagyon jól húzta meg a Lékai Máté, lehetett látni, és abban a pillanatban a későn érkező lövő vagy védő feje fölött remekül lőtte a vissza felső sarkot. Iványisovics a másik irányba elment már, esélyesen volt visszaérnie, vagy visszanyúlnia. Mitrovic. 10 perc alatt mindössze 2 gólt szereztünk eddig a második játék részben. Mikler! A kipattanó is az övéké, de nem jó az ejtés. Na ez most legyen egy olyan fordulópont, hogy végre ők is hibázni tudtak. Itt a második játék részben kellett hozzá persze Mikler Roland. Igen, Roli nagyon jól áll a második félidőben a kapuban, hihetetlen fontos védései vannak. Azt hiszem, hogy csak ennyi a különbség, hogy nem jöttek jobban fel a szerbek, abban döntő érdemei vannak. 13 védése van, hogyha minden igaz. Egyébként ugye pénteken éjjel haza is indultak a szerb mérkőzést követően Magyarországra, szombaton szünnap volt, és vasárnap már edzést vezényelt Szabáté itt Veszprémben. Így jutottunk el szerdáig, és Iváncsik Gergő remekül visszaszerzi a labdát. Harsány ott van a szélen, Lékai egyedül. Kiállítás. Megint Mitrovicsot küldik le? Igen. A második kiállítása. Balog egyébként friss emberként. Megint azt látható tőle is, mint Császártól, hogy még a passz az nem ült teljes mértékben. De Iváncsik Gergő remekül visszaszereztem. És aztán Lékaival szemben ott a szabálytalankodás. Nem is Mitrovicsot küldték akkor le, hanem Mladenovicsot. Ez pedig Harsányi gólja. Az imént Iváncsik Tamás hibázott, most ezúttal Harsányi vállalta magára a főszerepet. Az 5. találataim máron ezen a mérkőzésen, és ezzel ő a magyar csapat legeredményesebb játékosa, mert hogy Iváncsik Tamásnak és Lékainak is 4-4 gólja van. Szervember hátrány. Jelenlítson pedig a kék trikó, ezúttal is kapus nélkül. Zorán Nikol is mozog vissza beállóból. Nikolt már szerzett, és Nenadic révén
ember hátrányból egy újabb találat. Üres viszont a kapu! De jó volt! Sikerült őket megmérni. Lékai! Fut-fut Nenadić! De már csak egy kis húzóckodása futja tőle aztán. Mint egy három pontos úgy hajtotta végre, kosaras-szerűen lepasszolta neki. Igen, hát nyilván vártam, mert ugye a hatos előtt igyekeztek sáncolni ezt a dobást, de nagyon szép íve volt, és igazi bravúros megoldás. Nenadić, Mitrović, Nagy László védekezik vele szemben. Nagy László és aztán Nikolić is a földre került. Ismét felzúg a harcoljatok, még 25 másodpercig ember előnyben vagyunk. Íme még egyszer Lékai zseniális gólja. Igazi pimasz találat volt, biztos nem voltak boldogok, hogy hiába repült, nem tudta elérni. Hát igen, nagyon jól, pedig jól emelkedett, igazából egy labda volt, de ez a mindig a dobójátékos dicséri. 5. gólja volt egyébként Lékai Máténak is. Nenadić közben lefutott. Inkább visszavitték a kapust. Fenn a játékvezetők kezem. Mitrović, az nem. Mikler nem vállalja be hosszú indítást, megteszik helyette a társak, középen ott van Zubai. És a kipattanó sem jön össze, Ivanisevic hárított. Fél tucatnál jár. Pedig megint 4 lehetett volna közte. És erről a 3 gólos különbség jó lenne egy picit ellépni, tehát egy szakaszát megoldani úgy, hogy egy kicsit távolabbról legyenek a szerbek, mert akkor azt gondolom, hogy nyugodtabb végjátékba mehetünk. Nenadić óriási paszt adott, de köszönjük szépen Nikolićnak. Roboghat Lékai. Mi az, hogy roboghat? Hát végig viszi. Kicsit, mintha szét is mentek volna előtte a védők. Úgyse tudjuk megállítani ezt a fiút. Akkor minek próbálkozzunk, mint kés a vajon. Tényleg úgy ment át Lékai Máté. A 6. gólja már a meccsen. Ugye hát ő volt talán az egyik legnagyobb név, akit hiányolt a magyar közvélemény Usevajev csapatából, hogy miért maradt ki arról különböző mendemondák is keringenek. Szerintem nem érdemes ezen már keseregni, mert itt van a franciák elleni felkészülési meccse. 6-ot lőtt az odavágón, 4-et, és most is 6-nál tart. Zelenovic pedig 3-nál. Viszont 2-19 Zubai frissít, és érkezik Ijés is hamarosan. Egészen pontosan most, és ugye ott van Balog is, aki már az elmúlt percekben is pályára lépett, de őt sem láthattuk a szerbiai mérkőzésen, a Szeged kiválóságát. Na? Belépett már sajnos Bánhidi. Nem sikerült időben összeszedni a labdát. Sesum le a szélre, az helyzet, Mikler! 14. védése, és ezzel lehet megint menni Lékai, Bánhidinek, nem hiszem el! Ivanisevic mit fogott már megint? Ez még itt Mikleré. És aztán Bánhidi, sajnos ez már a 3. olyan helyzete, amikor teljesen 1-1-ben a kapussal szemben. De egyelőre Ivanisevic megtréfálta őt. Igen, most igyekszünk gyorsan fölvinni a labdákat. Kár, hogy ugye Szabinak is kimaradt egy gyors zicsere, most a Bánhidinek is, azért az már megint egy kicsit jobb eredményt produkálhattunk volna akkor. 4 óra van hátra a meccsből, összesítésben 4 góllal vezet a magyar csapat a szerbek ellen. Balogot húzzák, vonják, Lékai! Úgy tűnik, hogy ezek most megint azok a percek, amikor minden sikerül neki.
rögtön egyből gyönyörű csukló mozdulat. Balogh Zsoltinak is döntő az érdeme, hogy meghúzta a védőfalat, és a Lékai Máté pedig egykezes labdakezelés után tulajdonképpen bevágta, ahogy kellett. Igen, Balogot visszahúzni és lerántani sem lehetett, pedig ketten is mindent megtettek ennek érdekében. Nenadić. Nem történt semmi. Mikler pedig gondolta ugyan, hogy lehet, hogy jó lenne előre vágni, de Nagy László mutatta, hogy nyugi, ne kapkodjunk. 4 gól az előnye a magyar csapatnak, szépen lassan, türelmesen. Marjanovic próbálkozik ott zavart kelteni. Hoppá! Azért ennyire ne lassan és türelmesen. Lékai megmenti még. Balognak a lábára jött az átadás, vagy hát a lábát érte. Ez egy sárgalapos figyelmeztetés ott a szerb kispadon. A kezéről pattant ráadásul a lábára, és többen is beléptek a pályára. A mesterük kapta, Dejan Peric. Hát igen, a csapat felelősnek adják a sárgalapot. Reklamáltak a többen is, de ő is félig, meddig fél méterre biztos, hogy bent volt a pályán. A hangulatra azt hiszem, hogy nem lehet panasz. És Iváncsi Gergő! Remek! Ez remek volt, ahogy a labda nélkül technikával a szélső az 1-es-2-es közötti területre a beálló elvitte onnan a 2-es védőt, és óriási területet nyitott. Ez nagyon szép mozgás volt, és újra visszaállt az 5 gólos különbség. Ez jó jel itt a tágabb értelmet végjáték előtt. Gondolom, ne is reménykedjük abban, hogy a szerbek majd feladják, és egyszer csak nem hiszik el. Még ahhoz túl sok idő van hátra, hogy ez így történjen, de jó lenne, hogyha végén tényleg nem kellene úgy izgulni, és az utolsó utáni erőtartalékokat is mozgósítani majd. Minden esetre 24-19-nél a vendégek ismételten időt kértek, közben pedig táncos lányok szórakoztatják a helyszínen lévő szurkolókat. Quantum XXL együttesen. Saka destro plus pivot destro. Jel u redu? U odbranu. Nastavite da igrate istim tempom, da trčimo za njima. Nije još gotovo. Produži malo napad. Sigurnije. Ajmo. Ajde. Pismo! Srbija! In the fast break. Ancin. In the fast break. If you see clear. Most a 40. perctől megállt a támadó játékkal a szerbeknek. Let's go to continue with 3 changes. If we can, if not defense. If you cannot change, hey, if Tommy cannot change, 5 plus 1 here to left back. Only him. And he follow. Yes, but 5 plus 1. But don't allow to play in your back. So here, feel down after you go, okay? This one. Hey, if they are now 5 plus 1, 1 against 1 or 2 against 2. Okay, they will change the defense. Ready? Szélső befutásnál ki kell venni a szélső védőnek a átlövőt. Mikler kap bele ebbe is. Stankovic próbálkozott, Iván Stankovic ráadásul. 15. védés a Mikler Rolandnak. Ezúttal is azt a szintet hozza, amit igazából tőle elvárunk. Nyilván azért 15 védés egy meccsen az borzasztó sok, de szerencsére azúttal is a szerbeknek megbűlik bele a baja. Balogot vezették ki a pályáról, szabadodást kap természetesen. Óriási párharc volt itt közte és a... Nem annyira nincs. Igen. Lékai megint egyedül, és ez is bent van! Nem tud hibázni gyakorlatilag ezen a mérkőzésen Lékai Máté. A 8. gólja immáron a 25 magyar találatból. Mitrovic. Ő szerencsére visszaesett a kiállítását követően.
és aztán már reklamál. Azért látszik, hogy most már bőven van meg nem értés a szervek között. Némi vita, és egyre-egyre nő a feszültség. Sesum. Tudjuk kifelé, sikerült belekapni. Szabad dobás. Lékai tüzeli a közönséget. Még 10 perc a hátralévő idő. Sesum sikerül kivédekezni. Le a szélre Ilics. Mikler ezt is megfogja. A lábában akadt el, ráadásul azt hiszem mind a kettőt érintette. Igen, hát átvette lábbal, de futballistát ne szórakozzunk, kérem. Hát a bemelegítés akkor rendszeresen szoktak focizni is, Mikler az egyik legjobb. Marad a 6 gólos magyar különbség. Ilyes. Ilyes kapja vissza Lékaitól. Uff, én már bent láttam. Iván Isevics valahogy vissza tudott még nyúlni. 8 védésnél áll egyébként a szervek kapusa. Mitrovics bejátszása. Zubai paskolt bele. Mikler pedig hiába repült, szerintem már ott sípoltak. Szerbek lábat reklamálnak, hogy lábbal, igen, hogy láb közelített a labdához, hogy ez 2 percet ér. Igen, ugye elvileg, ha a láb keresi a labdát, akkor adható, fújható. És lehet, hogy megköszönhetjük. Ez viszont egy tiszta szerelés Suktimuzsintól. Minden kétséget kizáróan. Mladanovic szervekhez ott védekezni, falba. Marcenic mellé. Balog. Iváncsik Gergő. Másik szélen ott van Iváncsik Tamás, Lékai. Iváncsik Gergő. Hát, fennakadt Iváncsik Gergő. Egyértelműen úgy látszódott, hogy beleszálltak. Ennek ellenére nem fújtak a játékvezetők, de véd Mikler! Lassan elfolynak a jelzők és a szavak a teljesítményére. Viszont Iváncsik Gergőt ápolni kell. Nagyon csúnyát kapott a szerb játékostól. Ez még itt Mikler védése, a 17. És ez pedig itt az előző szituáció, Gyukics. Hát azért ott hagyta a testét. Igen, és pont lábújon fogott talajt, és valószínűleg azért egy kicsit lehet, hogy a leérkezéskor megkúszhatta a combajlító izmát. Hát ugye a nagy terheléstől, meg a fáradtságtól ez azért is főleg veszélyes lehet. Nagyon bízunk abban, és reméljük, hogy nincs komoly baja Iváncsik Gergőnek. Erőt ad. Hát Iváncsik Gergő nem az a színészkedős típus, és nem is nagyon tud ráállni a lábára, egyre biccegve kénytelen elhagyni a játékteret. Szurkolók vas tapsa mellett természetesen. Igen, és alkalmi balszélsővel kell megoldani, tehát vagy egy átlövő, vagy egy beálló kell, hogy kikerüljön oda, vagy esetleg egy irányító. Igen, ugye nincs Bóka, nincs Bodó sem, aki esetleg még ott arra fele játszhatna. Mogulást kívánunk természetesen Iváncsik Gergőnek. Jamali húzódott ki. Mindegy is, mert Balogh gólt szerez. A szép testcsert követően lerázta őrzőjét. Igen, egy 4-2-es csúszózavarót igyekeztek védekezni, de hát a Balogh ott maradt a Mladenovic-sal szemben, és hát úgy gondolom, hogy nem volt kétséges, hogy kinyeri a párharcot. Ez a Balogh egyébként egy ilyen 100 gólt jegyzett ebben a szezonban. A szép bejátszás, ennyit adhatunk nekik, Marcenic gólja. Előtte Mikler, hogy 4-et hárított.
23 esztendős Vardar Skopjében légióskodik egyébként Marcenic. Második találata ezen a mérkőzésen. Likai. Megvan még Ijesnek. Balog. Megint egy gyönyörű találat. Lendületből, futtából ez is. És megint ugyanaz a párharc. Mondanom sem kell. Azért a két játékos nincs egy kategóriában, hogyha nézzük. Ez jó nekünk, de a Zsolti remekül alkalmaz ezt, sokkal jobb védőkkel szemben is ezt a technikai elemet. Ja, ami még pozitívum lehet e párharc során, hogy úgy tűnik, hogy a magyar kispad azért hosszabb, és van variációs lehetőség adott esetben, hogyha a sors úgy hozza. Közben Zelenovicsnak azért könnyűveljük el a negyedik találatát. Igen, egy elzárásba kerülés volt, ahogy visszakapta a labdáját, és remekül használta ki az elzárót. Ivanisevic sasszézik. A magyar csapat már most egyel többet lőtt, mint Szerbiában. Ugye az 26-25-ös végeredményt hozott az a mérkőzés. Balog. Szorítják kifelé. Szabad dobás, persze. Marcenic is lökött ott rajta egy jókorát. 6 perc a hátralévő idő, és 6 gól a magyar csapat előnye. Összesítésben pedig 7. Közel tehát a válogatottunk ahhoz, hogy kiharcolja a kijutást a jövő évi franciaországi világbajnokságra. De szép játék! Éj, nem csorogott be sajnos. Ivanisevic védett zubai helyzetét, hárította, viszont ezzel meg lehet lódulni. Lékai, Iváncsik Tamás. Uha. Marad a 27-21. Igen, most egy picit a koncentráció csökkent, mert ugye két nagy zicser maradt ki. De hát olyan nagy a különbség, hogy itt gondolom most már azért ebből nem lehet. Ez egy zseniális labdaszerzés volt a Nagy Bacitól. Iváncsik Tamás mosolyával is láttuk azért, hogy nem biztos, hogy 100%-osan koncentrált, vagy a lehető legegyszerűbbet választotta megoldásként. Mégis jön rá a válasz. Picit lépés határnak éreztem. Igen, hát nem, leütötte. Leütötte egyszer, igen. Igen, de határon volt, én úgy gondolom. Zelenovics ötödik gólja. Neladic mellett hetet lőtt. Mi a második legeredményesebb? Már Zelenovics. Ötnél tart. Balog. Másik Tamás indítja a figurát. Lékai. Zubai. De rosszul esett. Óriási csattanást lehetett hallani. Derekát biztos, hogy beütötte, remélhetőleg a tarkóját nem. Igen, és ugye kapu előtérből jött ki, tehát nem gondolom, hogy rá kellett volna passzolni. Ugye Máté élvezi a játékot, tehát látszik, hogy minden rafinériában benne van. Megint nála a labda, szabad dobás. Zelenovics nem érti, szerint ez egy abszolút szabályos megoldás volt, hogy két kézzel meglökte ellenfelét, és még húzta is. Lékai Máté 8 gólos tehát a mérkőzésen. Számtalan gólpaszt is kiadott emellett. Egyértelmű, hogy nagyon élvezi a játékot, meg is kapja tulajdonképpen a lehetőséget, tehát keveset cserélnek ezen a poszton. Ó, Balog! Hát ő pedig meseszerűen szállt be ebbe a meccsbe. Ez már a harmadik hatalmas gólja. Igen, amikor becserélték, akkor egyfolytában indításokat vittünk, és ugye ő a védekezésben nincs bent, de utána, hogy belemelegedett, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól használja ki a gyors cselezőkészségét, a lövés variációit, és azt gondolom, hogy a védőket tulajdonképpen óriási zavarba kergeti. Még egy szerb időkérés, 4 perccel a vége előtt, 6 gólos 28-22-es magyar vezetésnél. Igramo do kraja kako treba. Jel vam jasno to? I u odbrani u napadu.
Hajmo, bismo! Igen, azt hiányolta, hogy egy darabig jól játszottak és jó voltak a meccsből, hogy ne adják föl, tehát hogy vissza a támadásnak a feszességéhez. Okay? Now they will open the defense. They must open the defense to make quickly goals. So, if they are in 5-1, 5+1, or 4+2, okay, let's go to open and 1-1 or 2-2 with the player that is alone. Igen, fontos, hogy ne legyen két perc, és azt, hogy ha gólt kapnak, akkor góllal, vagy felépített támadással válaszoljanak rá. Közönség közben a mexikai hullámzás gyakorolja itt 3,5 perccel a vége előtt. Hát ők már érzik azt, hogy itt nem lehet nagy gond a magyar csapat játékát, és hát főleg az eredményt tekintve a dobás a szerveknek. Fergeteges egyébként, azért nagyon jó ezt látni és hallani. Így van, és nagyon fontos, hogy nagyon jól összeállt a védekedés, koncentrált a csapat, az újak jól szálltak be, és új lendületet adtak. Azt gondolom, hogy egy igazi kézlabda ünnep lehet. Reméljük, hogy a fiúk ezt átérzik, és a tegnapi futball ünnep után majd egy igazi kézlabda sót láthatunk. És hát ugye, amikor Szabáti átvette a válogatottat, ez mondjuk nem volt csúnya, ismerjük el Arsenics gólját. Szóval amikor Szabáti átvette a válogatottat, akkor azt mondta, hogy nincs idő most beépíteni játékosokat, vagy kipróbálni játékosokat, hanem kellenek a rutinos kézilabdázók, akik már bizonyítottak korábban, ezért is jött ugye vissza Iváncsik Tamás, vagy Harsányi Gergő, és került vissza Lékai is. Azt mondta, hogy majd esetleg az azt követő időszakban, mert most az elsődleges cél az az, hogy meglegyen a VB kvalifikáció, és hát talán nem kiválom el, hogyha azt mondom, hogy ez megvan. Nagy kérdés persze, hogy ki lesz az utód. Nem lesz könnyű dolga, úgy gondolom, viszont egy új csapatot építeni kell, úgy, hogy azokra, akik megvannak, azokra természetesen számítani, de mögöttük megtalálni a lehetőséget. Megtalálták a lehetőséget, óriási játék. Baloggal, egyetemben, és a rövidre a 9. Lékai gól. Igen, ott Nagy Karcsi kollégámnál a Playerben együtt jöttek föl, két nagyon nagy tehetség. Utánpótlás válogatottakat is végigjárták, és azt gondolom, most újra a válogatottban együtt tudnak lenni, azok a kapcsolatok működnek, nem haltak ki. Nenadics sokáig nem hallatott magáról, most a jobb felsőből kiszedte az összes pókárót, az egészen biztos. A 8. találata, tehát az örömnek egyetlen szikráját sem lehetett felfedezni az arcán. Volt benne kakaó bőven. Igen, és ismét az átemelősből lőtte meg, hihetetlen csuklóval és mozgékonysággal rendelkezik. A Bundesligában kézilabdázik a Berlin együttesében, közben Ijés is azért meglövi a maga második gólját, és a szerb tekintetek és a szerb arcok már előre vetítik azt, hogy mi fog itt történni az elkövetkezendő 60 másodpercben. Hát azt gondolom, hogy a két mérkőzés alapján nem lehet kérdés, hogy melyik válogatott a jobb, melyik akarta jobban a győzelmet, és igazából leszámítva az odavágban azt a, hát egy jó 10 perces negatív szériát, amikor 8 gólos előnyről fordítani tudtak a szerbek, de ezt leszámítva összességében a magyar csapat szerintem uralta ezt a párharcot, és nem érdemtelenül harcoljuk ki. Mindenféleképpen is. Itt most nagyon fontos, hogy ugyan a védekezésünk nem a legacélosabb, de gólt tudunk lőni. Tehát a támadásra koncentrálunk, megvannak azok a gólerős emberek, tehát tulajdonképpen gólra gólt adunk, és így tudjuk tartani az 5 gólos előnyt. Már zúg a szép gólt, fiúk, még 10 másodperc van hátra, lesz-e esetleg egy újabb magyar találat?
de szerintem ezek a másodpercek már csak úgy el fognak telni. Sabaté már gratulál többieknek, és ez a vége, kedves nézők. A magyar férfi kézilabda válogatott 30-25-re legyőzi Szerbiát a visszavágón, és mivel idegenben is egy góllal sikerült diadalmaskodni, 26-25-re, egy összességében 6 góllal felülmúljuk Szerbiát, és ezzel ott vagyunk a 2017-es férfi kézilabda világbajnokságon. Ehhez az eredményhez természetesen szívből gratulálunk. Egy viszonylag rövid értékelést szeretnék kérni Skalicki Lászlótól. Megérdemelt, ugye? Óriási gratuláció, azt gondolom, hogy mind a szakmai stábnak, mind a csapatnak, azoknak, akik itt kulcs szerepeket játszottak, de azt gondolom, hogy kellett egy csapat. Volt egy csapat, nyomot hagyott, kettős győzelemmel kvalifikálni magát egy csapatnak mindig tekintélyt jelent, és azt kívánom, hogy a folytatásban is az erőközpontosításával találja meg azt az utat a magyar férfi kézilabda válogatott, hogy a következő olimpiáig folyamatosan építkezve egyre stabilabb, egyre jobb legyen. Hát így legyen, nagyon szépen köszönöm Skalicki Lászlónak a szakértést, Miklernek gratulálnak természetesen, aki összesen 17 védést mutatott be. Szóval még egyszer, 30-25-re győzött a magyar válogatott, összesítésben 6 góllal múltok felül Szerbiát, így ott vagyunk a 17-es franciaországi kézilabda világbajnokságon. Gratulálunk, srácok, mehet az ünneplés, aki pedig a futballt is szereti, ezt kapcsoljon az M4 Sportra, hiszen zajlik még a Franciaország-Albánia találkozó. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Viszontlátásra!